Búzából 5,5 tonna, repcéből több mint 2,5 tonna termésátlaggal zárja az adatás időszakot Zala megye. Sabján Krisztián, a Komorom megyei szervezetének elnök elmondta, hogy ez a mennyiség országosan kiemelkedőnek számít. Az őszi vetésű növények betakarítását várhatóan a következő napokban befejezik a mezőgazdászok. Az őszi árpa és a repce szinte teljes mennyiségben, a búza 90%-ban, a tavaszi árpa pedig 75%-ban már betakarításra került Zalában. Tájékoztatta a híradónkat Sabján Krisztián. Az állattartással foglalkozók már a szalma betakarítások felével elkészültek, és a tarlóhántásokkal is jól állnak a gazdák a megyében. Ami nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy kiemelkedő, ha bár Zala megyei szinten nem kiemelkedő, de országos szinten kiemelkedőnek számít már, hogy több mint 5,5, tehát igaz, majdnem 5,6 tonnás búza átlaggal zár Zala megye, ami hát, hogy mondjam, mondhatni fényévekkel jobb, mint a zalföldi régióban, ahol sok helyen ugye a 2 tonnát sem ért el, és repcéből is én úgy gondolom, hogy ez a 2,6 tonna a 2022-es évben az egy mondhatni ki emelkedő teljesítmény.